Hello, hello mindenkinek! Jöttem az első kérdésfelelek videóval. Szépen lassan jönnek a kérdések mindenféle témában. Van olyan kérdés, ami több részből áll, ezt próbálom majd több videóra elosztani. Valamint az úgymond aktuális kérdéseket azt már meg is válaszoltam a kérdezőnek e-mailben vagy Messengeren. Viszont úgy gondoltam, hogy ide a videóba is belerakom, hát hogyha más is tud belőle tanulni, gondolom ezt is várjátok. Egyelőre azt tervezem, hogy videónként olyan három vagy öt kérdés fog beleférni az időbe, majd meglátom, hogy hogy fog alakulni a videónak a hossza, nem akarok nagyon hosszú videókat, ilyen 10, maximum 15 perces, de hogyha túlfutnék, akkor majd a kérdéseket nyilván szét fogom osztani több videóra. Amennyire lehet, próbálok tömör lenni, hogy ne legyenek ilyen nagy terjengős videók, és valami optimális kérdés számot majd beállítok itt videónként, attól függ, hogy mennyire kifejtős a kérdés. Nyilván olyan kérdéseket nem fogok betenni a videóba, amire vagy igen, vagy nem a válasz, Úgyhogy ennél kicsit bonyolultabb dolgokról lesz szó. Szerintem akkor nézzük is az első kérdést. Az első kérdést Alexandra küldte be. Szia! Azt szeretném kérdezni, hogy a kobra liliomot hogyan kell teleltetni. A Darlingtonia Kalifornika a nevéből adódóan Észak-Amerikában él. Észak-Amerikán belül a nyugati part mentén és a Sziklás hegységben. Ami azt jelenti, hogy kvázi hegyvidéki növény. Éppen Kanadáig nem terjed az élőhelye. A szikláshegység elég magas, azt hiszem valami 5000 méter körül van a legmagasabb hegycsúcs, és ezek a növények nyilván nem a hegycsúcsokon élnek, hanem a völgyek mentén, ottól a patakok folynak le a hegyről, és gyakorlatilag egész évben mossa a gyökerét a patakvize, ami ugye a hegyekben elég hideg keményebb teleken a patokok befagynak, leesik 50 centi, vagy 1 méter, vagy másfél méter hó, ugye a régiótól függően, és szépen betemeti a növényeket. Ilyenkor a növények nyilván hibernálják magukat, leállnak a fejlődése, majd tavasszal, az olvadás után újra elkezdenek hajtani. Ennek megfelelően gyakorlatilag úgy kell őket tartani, mint az európai mérsékeltői harmatfüveket a rotundi fóliát az intermediát, úgyhogy ö, nyugodtan hagyhatjuk kint télen, egy védettebb helyen, ha enyhe a tél, nem baj, viszont lakásban ne vigyük be, mert valószínűleg a melegen tönkre fog menni, úgyhogy telehet kint akár a kült virágokkal, vagy a vénuszokkal, vagy a mérsékeltői harmadfüvekkel ö, nem lesz baja, Fagy tekintetében mínusz 8, minusz 10 fokot simán elvisel. A hegyvidéken egyébként télen, hogyha leesik a hó, az nagyon jól szigetel, úgyhogy a nulla és a mínusz 5 fok között nagyjából a növényt tartani tudja, egy olyan 50 centi vastag hótakaró. Akkor lehet problémánk, hogyha száraz telünk van, és hideg emellé, mert akkor nincs mondjuk egy hótakaró, ami megvédeni a növényt. Ilyenkor egy fűtetlen melléképületbe, egy garázsba, vagy akár a pincébe is levéhetjük a növényt. Az a lényeg, hogy ne kapjon plusz 10 foknál melegebbet. Amire még vigyázni kell, hogy a talajon ne száradjon ki, viszont ne is fül legyen be, ne penészedjen be, mert akkor a növénynek a gyökérzete, a töve is tönkre mehet remélem tudtam segíteni ebben a témában. Nézzük a következőt. Következő kérdés János küldte be. Szia! A rizomákat nem kell kezelni? A sebzés helyét. Ja, a kérdés visszautal az átültetős videóra, főként a kültvirágra és a vénuszra vonatkozik. Amikor a kültvirágnál szétszedjük a rizomát, nyilván ilyen szabad, nyílt felületek maradnak, én ezt nem szoktam kezelni, nem olyan nagy ez a felület, direkt szétvágni pedig nem szoktam a rizómákat, de ha olyan helyed van, ahol amúgy se szellőzik nagyon az egész állományod, és előfordul mondjuk penész, vagy valamilyen gombás fertőzés, akkor viszont gombaölőszeres vízbe beáztathatod a gyökeret, mármint ezt a rizóma részt, és úgy el tudod ültetni, nem lesz semmi baja. Egyébként ilyen rizóma törés előfordulhat, ha mondjuk a kültvirágok élőhelyén nagy testű állatok járnak, kelnek, például szarvasok, és rálépnek mondjuk a kültvirág tövére, akkor nyilván széttörhet a rizóma. Olyan sok kültvirág nő egyébként egy helyen, egy ilyen nagy ligetes mezőn, hogy lehet, hogy meg hogyha esetleg tönkre megy egy rizóma. Nekem még ezzel egyébként nem volt problémám de mondom, aki biztosra akar menni, az egy gombaölőszeres vízbeászatással kiköszöbölheti ezt a problémát. A Vénusz létcsapónál picit más a helyzet, ott a növendékek sokkal könnyebben leválaszthatók egyébként az anyatőről, úgyhogy ilyen nagy törött eleven felület nem igazán szokott előfordulni. Gombölőszer tekintetében nem ajánlom a réz tartalmú szereket, ugyanis a, fémek és a fém sok nem tesznek jót a növényeknek, használjunk szintetikus gombaölőszert, ha bemegyünk a gazdaboltba és direkt így kérjük, akkor segíteni fognak benne. A következő kérdés Bogyótól érkezett. Mennyi vizet tesztek a tőzek perlit keverékhez? Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis mindenki máshogy szereti bekeverni a talaját. Mondhatnék itt egyébként arányokat is, hogy mennyi tőzeg, mennyi perlit, mennyi víz, de ez leginkább érzésre szokott menni. Inkább többször adagoljunk kevés vízmennyiséget, mint egyszer sokat, hogy ne legyen egyből ilyen tocsogós sáros az egész keverékünk. Mert ha nincs esetleg több tőzegünk otthon, bekevertük az egészet, akkor nem tudjuk újra egy picit szárazabbá tenni, és csak kínlódni fogunk ezzel a sáros masszával. Egyébként akkor, hogyha már itt az arányokról beszélünk, nyilván én nagyobb mennyiségben szoktam keverni, úgyhogy ehhez mértem mondom, de nagyjából be tudjátok lőni az arányokat. Nekem van egy vödröm, amivel mérem a keveréshez az alkatrészeket. Ez egy 12 literes vödör. Tőzekből kimérek három vödörrel, perlitből valamikor egy vödörrel, valamikor másfél vödörrel, rakok hozzá, és vízből pedig egy vödörrel, ami azt jelenti, hogy először a felét beleöntöm, összekeverem az egész mennyiséget, és meglátom, hogy milyen állagot kapok, és utána még a maradék félnek a felét beleöntöm, és valamikor ö, jó lesz már így a, a közeg, szóval nem az a ö, tocsogós, nem száraz, hanem ilyen szépen jól pergős, állag lesz, viszont lesz benne elég nedvesség. Egyébként, hogy mennyi vizet kell hozzájönteni, az is befolyásolja, hogy milyen a tőzegünk. Ha frissen veszünk mondjuk nagybálás tőzeget, aminek a csomagolásán vannak lyukak, és mondjuk a telephelyen kintárolták szabad ég alatt, nem is ott lefóliázva, akkor viszont megszívhatja magát maga a tőzeg, a külső része felveszi az esővizet, és akkor ugye nedvesebb anyaggal kell dolgoznunk, de ha a kisebb kiszerelésünk teljesen lezárt zacskó, akkor esetleg szárazabb is lehet a, a tőzeg. A gyárban is van egy pici szórás, hogy milyen ö, nedvességi állapotban csomagolják a tőzeget, úgyhogy ezt is figyelembe kell venni. Egyébként ami még fontos, hogy én nem szoktam használni a frissen bekevert tőzegperlit keveréket, mert a tőzekben vannak nagyobb darabok, nagyobb szentség, nem szoktam szétmorzsolni egyébként, mert én betonkeverővel keverem a, ezt az egész talajt. A tőzekben lévő nagyobb rögöket nagyjából szétnyomkodom, a többit pedig elintézi a keverőgépnek a lapátja. A Úgymond félkész keveréket én egy-két napig hagyom állni, hogy ezek a nagyobb, esetleg szárazabb rögök is megszívják magukat vízzel. Kettő nap után megnézem, hogy milyen állóga az egész keverék. És ha még szükség van arra a maradék vízre, ami megmaradt a vödör alján, akkor hozzáöntöm, újra keverem, és utána már egyébként lehet cserepezni. Máték küldte a következő kérdést. Aktuális és általános kérdéskancsókákkal kapcsolatban. Remélem, mások számára is hasznos lesz. Mi az a minimális éjszakai hőmérséklet, ami felett kitehetjük a nepiket a szabadba? Ja, Amikor ezt a videót felveszem, már megjött a hideg front, viszont előtte tényleg szuper időnk volt. A növényházban is 30-35 fokra felkúszott a, a hőmérséklet. Sokoknak megfordulhatott a fejébe, hogy kivissza a trópusi növényeket, viszont a mostani hideg front az elég cudarnap, alig 14-15 fokok vannak, és éjszaka pedig 3-4 fok is előfordulhat. A hegyekben az ilyen szélvédett zugokban lehet egyébként fagy is, vagy hó. Minden évben elmondom, hogy május előtt nem igazán érdemes kipakolni a növényeket, ha csak nem olyan hiperszuper növényházad van, amiben egy pici fűtőberendezésbe tudsz rakni, van valamekkora hőszigetelő képessége, ott kibírhatják a növények átmenetileg. Ugye a kancsókák trópusi növények, viszont kettő csoportjukat különböztetünk meg, vannak az alföldi kancsókák és vannak a felföldi kancsókák, az alföldi kancsókák általában melegigényesebbek, ugye alacsonyabb tengerszint feletti magasságon élnek, nem ritkán olyan helyeken, ahol mondjuk csak ilyen ligetes rész van, vagy nyílt területen, jobban tolerálják a meleget is, ezért jobban is igénylik, ami azt jelenti, hogy az éjszakai hőmérséklet az legalább ilyen 15 fok fölött kell, hogy legyen, hogy ne fázzanak meg, mert ugye ők is meg tudnak fázni. A nappali hőmérséklet pedig simán lehet 30-35 fok, ők nagyon jól bírják. Más a helyzet a felföldi kancsókákkal. Ők ugye tengerszint feletti 1000-1200 méter fölött élnek, ami azt jelenti, hogy ők sokkal jobban bírják a hűvöset, igénylik is, mellé persze ugye a napsütést, Általában ezek a hegyeken élnek, ugye a Borneo szigetén. Hőmérséklet tekintetében ők már ilyen 10-12 foktól hajnali hőmérsékletről beszélek. Ott már jól el lehetnek egy olyan növényházban, ami védett, szóval nem járja a szél. A napali hőmérséklet pedig olyan 25-30 fok, inkább 25-30 között érzik jól magad. 35 fok fölött már egy picit kínlódnak és meg is éghet a levelük a napon. Úgyhogy ilyen szempontok alapján ugye az első kérdés, amit meg kell válaszolnod magadnak, hogy milyen típusú kancsókád van, alföldi vagy felföldi. De ha csak annyit tudsz a kancsókádról, hogy milyen fajba tartozik, akkor kül lesz egy másik kérdés, és majd megválaszoljuk, hogy az felföldi vagy alföldi, és ahhoz mérten e, tudod majd kihelyezni. Következő kérdést Imrétől kaptuk. Esetleg nem tudnál küldeni egy kis segítséget Kobra lilium magvetéshez? Jelenleg a hűtőben dekkolnak. Újra egy Kobra liliumos kérdés, amit már egy előző kérdésben megválaszoltam, hogy körülbelül úgy kell bánni a Kobra liliummal, mint a hidegtűrő harmadfüvekkel, és az igaz a magvetésre is. A természetben a magok olyan augusztus-szeptember körül szétszóródnak, aztán majd következő április-május körül fognak kikelni. Ebben az időszakban ugyanazt a hőmérsékletet kapják, mint bármelyik más növény ott a természetben a hegyek között, úgyhogy nekünk is ezt kell lemodellezni. Általában jó tesznek, hogyha csak kint tartjuk egy fűtetlen helységben, ugye fénytől, párától mentesen, hogy ne penészedjen be, semmiféleképpen ne vigyük be a lakásba, a meleg helyre, mondjuk egy fiókba. Ha nincs megfelelő épületünk, ahol tudjuk tárolni a növénymagokat, akkor igen, a hűtőbe is be lehet tenni. Ugye, ott lehetnek március-április végéig, és majd májusba lehet őket elvetni. Ezt azért mondom, mert a hegyekben ilyenkor még mindig eshet hó. Most megjött nálunk a hidegfront, és a hegyekben volt hószálingozás, itt a legközelebb eső erdélyi Sziget-hegységben is eshet hó. Nincs ez másként egyébként Amerikában, sziklás-hegységben is. Bármikor jöhet a hó, és körülbelül olyan április végére, májusra olvadnak el a magasan fekvő helyeken a hórétegek, és akkor kezdenek el majd csirázni a magok, úgyhogy várhatunk vele nyugodtan április végéig, még elszórjuk. Egyébként a magok elvetése ö, ugyanolyan módszerrel mehet, mint a mérsékeltövi harmadfűveki. A legjobb, hogyha élő tőzegmohára szórjuk rá, de a nedves tőzek perdét keverék, is jól működik. Valaki használ benedvesített, szárított tőzegmohát, az is működhet. A magok csírázása beletelhet 2-4, esetleg 6 hétbe be is. Attól függ, hogy milyen frissek a magok, hogy tárolták őket, mielőtt hozzád került, te hogy tároltad őket, esetleg megsérültek-e valami miatt, vagy bepenészettek, vagy elindult a penészesedési folyamat, vagy, vagy bármilyen baktérium is megtámadta őket. Szóval sok mindentől függ, hogy ki e egy mag, türelemmel kell lenni, a kicsi utána már csak annyi feladatunk van, hogy nedvesen tartsuk a közeget, lehetőleg olyan helyre tegyük, ahol nagy intenzív eső nem tudja őket kimosni a talajból, és egyébként minél több fényt kapjanak, akkor lesz majd szép színük, már ugye, úgymond gyerekkorukban is majd a nyári időszak lesz kritikus egyébként, amikor beüt a kánikula, ugyanis ezek a növények, mivel ugye hegyekben élnek, nem nagyon szeretik a 30 foknál melegebb hőmérsékletet. Imádják a rengeteg napsütést, viszont mellette a hűvöset, úgyhogy majd erre is uh, mutatok technikát egy későbbi videóban, hogy hogy érdemes ültetni a már úgymond felnőttnek számító növényeket. Egyébként a Cobra Lilium magról elég lassan nő, úgyhogy beletelik egy kis időbe, mire kialakulnak a rendes fajta jegyei, de már ilyen 3-4 centis korában is láthatóak, hogy ez a Ufó emlékeztető ilyen bajszos megjelenés. Amikor pedig már nagyok, ott ugye a gyökerek hűtésére kell majd figyelni, de erről majd külön lesz egy pici videó. Ebben a videóban ennyi fért bele, remélem elég változatos volt, és tudtam sok mindenben segíteni, sok mindenben öt témában, úgyhogy a következő öt téma is már feldolgozásra kerül. Az egyikhez majd lesz segítségem, ugyanis olyan kérdést is feltettetek, amiben van aki profi nálam, úgyhogy ez még meglepetés lesz, még mindig meglepetés lesz. Mindenkinek mindent kívánok, gyűjtsetek sok esővizet. Sziasztok!